Üdvözlünk a Vacsmocsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 sorozatgyilkos nővért és ápolót szedtünk listába. We also believe that she kept hold of the parcels for a while until the bodies decomposed. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban a halál angyalaiként elhíresült leghírhettebb ápolókat és nővéreket vesztük sorra. 10. Beverly Elliot. 1991 elején a fiatal ápolónő Beverly Elliot közel 2 hónapon keresztül szándékosan bántalmazott 13 beteget az angliai Lincolnshire-ben található Grantham and Kesteven kórház gyermekosztályán. A bántalmazásoknak végül 4 halálos áldozata lett, míg a többi 9 súlyos sérüléseket szenvedett. Az esetek nagy része inzulin túladagolás következménye volt. A nő akkor került gyanúba, amikor a csecsemő Claire Peck 1991. április 22-én meghalt. Miután letartóztatták, az orvosszakértők megállapították, hogy Elliot Münchhausen szindrómában szenved. This is when an individual creates false symptoms in somebody else, usually somebody that they're having that they're in charge of. 1993 májusában Elliot 13 életfogytiglani börtönbüntetést kapott több vádpont miatt is, melyek között gyilkosság, gyilkossági kísérlet és súlyos testi sértés is volt. Mentális betegségei miatt a Nottinghamshire-i Rempton pszichiátriai intézetben töltötte a büntetését. Even after sentence, when she was seen at Rempton Hospital, not once has she ever expressed any remorse for what she's done. 9. Lucy Letby. Eme szövegírásakor Lucy Letby tárgyalása még mindig folyamatban van. Állítólagos bűncselekményeinek hírértéke azonban indokolta a listára való felkerülését. A 2010-es évek közepén az angliai Countess of Chester kórház újszülött intenzív osztályán riasztóan megnőtt a csecsemő halálozások száma. Az évekig tartó nyomozás során Lucy Letbyt ápolónőt, akinek munkarendje egybeesett a sok halálesettel, gyilkossági gyanúsítottként letartóztatták, és végül 8 rendbeli gyilkossággal és további 10 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolták meg. Today she appeared before a judge charged with the murders of 8 babies. Azzal vádolják, hogy inzulint és levegőt fecskendezett be a csecsemőknek. Amikor a rendőrség házkutatást tartott nála, találtak egy feljegyzést, amelyet állítólag maga Letby írt. Az állt rajta, hogy szándékosan öltem meg őket, illetve hogy gonosz vagyok, és én tettem ezt. A nő azonban ártatlannak vallja magát még mindig. I am evil. I did this. 8. Kristen Gilbert. Kristen Gilbert 1989-ben kezdett el ápolónőként dolgozni a Massachusetts-i Northampton veteránügyi orvosi központban. 7 éves munkaviszony alatt a kórház halálozási aránya megháromszorozódott. Kristen Gilbert murders her patients using the ultimate cover. Her gender and her profession. 1996-ban 3 másik ápoló is gyanakodni kezdett Gilbertre, amit jelentettek is, és nyomozás indult ellene. A nő állítólag nagy adag adrenalin fecskendezett be a betegek infúziójába, ami szívmegálláshoz vezetett. Feltételezések szerint Gilbert szándékosan vészhelyzeteket okozott, hogy felkeltse a szeretője, a kórházi rendőr James Perrault figyelmét. And there was one person Kristen wanted to impress more than anyone. Her lover. 1998-ban 15 hónap börtönbüntetésre ítélték, mert hamis bombariadót jelentett be a kórházba. Aztán 2001 márciusában bűnösnek találták 4 gyilkosságban és 2 gyilkossági kísérletben, amiért 2 egymás utáni életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, további 20 évvel meghosszabbítva. Prosecutors believe her motive is ego. 7. Richard Angelo. Richard Angelo 7 hónapon át éjszakai műszakban dolgozott a New York-i Good Samaritan Medical Center speciális osztályán. Bár a kórházban nagyon kedvelték, Angelo nem érezte magát elég jónak, és a betegek életét csak azért veszélybe sodorta, hogy aztán hűségesen megmenthesse őket a kollégái előtt. But he allowed his own needs to take the lead. Bénító gyógyszereket, pavulont és anektint adagolt intravénásan a betegeknek, de a dolgok nem mindig a tervek szerint alakultak, és több beteg is meghalt. He confesses to poisoning dozens of his patients over the course of months. 1987. október 11-én az egyik idős beteg, Gerolamo Cusic túlélte Angelo egyik kísérletét, és a férfit azonosította tettesként. Angelo, akinek az ügyvédei azt állították, hogy diszociatív identitászavarban szenvedett, beismerő vallomást tett a rendőrségen, és megállapították, hogy több tucat beteg haláláért felelős. A férfit 61 évtől életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. Richard Angelo is found guilty of 2 counts of murder. 6. A Lainci kórház halálangyalai.
Az 1980-as években a Beachben található Lions kórház 4 olyan ápolónőt is alkalmazott, akik legalább 49 beteget, de valószínűleg akár 200-at is meggyilkolhattak. Walter Ott Wagner állítólag 1983-ban ölte meg a legelső áldozatát. Azt állította, hogy egy idős beteg eutanáziát kért tőle, Wagner pedig örömmel eleget tett a kérésnek, hiszen élvezte az ezzel járó hatalmat. Majd ezután bevette a buliba kolléganőit, Irene Leidolfot, Maria Grubert és Stefania Mayert, és csoportosan elkezdtek gyilkolászni, általában halálos injekciók beadásával. Továbbá alkalmazták Wagner vízkúráját is, amikor is vizet öntöttek a beteg torkába, miközben Anna Korrát befogták. A négy gyilkost 15 évtől életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, viszont 2008-ra mind a négyet szabadon engedték, Wagnert és Leidolfot például jó magaviseletük miatt. 5. Orville Lynn Majors. Orville Lynn Majors okleveles ápoló az indianai Vermilion megyei kórházban a betegek kedvence volt. Azonban gyanúba keveredett, amikor a kórház beslése szerint szinte naponta volt egy haláleset, amikor Majors szolgálatban volt. Átlagosan pedig 23 naponta történt valami, amikor a férfi nem dolgozott, így ez eléggé gyanússá vált. 1995 márciusában Majors felfüggesztették a munkájából, és még abban az évben visszavonták az engedélyét. Viszont csak 2 évvel később tartóztatták le, amikor is kiderült, hogy halálos kálium-klorid injekciókkal megölte a betegeit. Majors munkatársa és korábbi szobatársa Andy Harris is vallott ellene. Investigators had gathered enough evidence to arrest Orville Lynn Majors on suspicion of murder. Bár 130 gyilkossággal is meggyanúsították, Majors ellen 7 gyilkosság miatt emeltek vádat, és végül 6-ért ítélték el, amiért 360 év börtönt kapott. The investigation took nearly 4 years, but in the end, it paid off. Orville Lynn Majors was convicted and sentenced to 360 years in prison. 4. Jane Toppin. Jane Toppin, America's most prolific female serial killer, killed just to see the life drain out of her victim's eyes. Jane Toppin, aki Honora Kelly néven született, 1885-ben ápolónő gyakornokként kezdett a Massachusetts-i Cambridge kórházban, ahol kellemes személyisége miatt a Jolly Jane becenevet kapta. Hamarosan kísérletezni kezdett a morfiummal és az atropinnal, és a betegeit használta a kísérleti alanyaiként. It was here she learned the skills to become an angel of death as she moved effortlessly among the middle and upper classes. Toppin a Massachusetts General Hospitalben folytatta ápolónői karrierjét, viszont kirúgták, mert túladagolta a betegeket. Ezután magánápolónő lett, és ekkor kezdett ámokfutásba. Megölt 1 tucat beteget, köztük a főbérlőjét és annak feleségét, valamint a saját mostoha testvérét is. Nagyrészt észrevétlen maradt, amíg kevesebb mint 2 hónap alatt meg nem gyilkolt egy egész családot. She was finally brought to justice in 1901. After she killed off the entire Davis family of Catamet, Massachusetts. Toppint 1901. októberében tartóztatták le, és végül 31 gyilkosságot vallott be, azt állítva, hogy szexuális izgalmat érzett az élménytől. Az elmebaj miatt ártatlannak ítélték, és hátralévő napjait a Tontoni elmegyógyintézetben töltötte. Toppin was found not guilty by reason of insanity, and spent the rest of her life in a mental hospital. 3. Jenine Jones. 1978. októberében Jenine Jones egy szakképzett ápolónő a San Antonio-i Baxter megyei kórház gyermekintenzív osztályán kezdett el dolgozni. A személyzet a műszakjai alatt a csecsemő halandóság növekedését észlelte, ami 1982. márciusában a távozása után csökkent. We just had no evidence of any direct connection with kids dying. On Jenine Jones's watch. A nővér viselkedéséről szóló pletykák ellenére Jones-t 1982. augusztusában felvették egy kis gyermekklinikára, és szeptemberre több beteg is meghalt. Hosszas nyomozás után 1984-ben Jones 99 év börtönbüntetést kapott gyilkosságért, majd később további 60 évet, mert majdnem megölt egy másik beteget heparinnal. Took the jury no time to become completely convinced that she had indeed set out to kill. Annak érdekében, hogy Jones 2018-ban ne szabadulhasson, Joshua Sawyer 1981-es meggyilkolásával vádolták meg. 2020-ban elfogadta a vádalkút, hogy ejtsék a további vádakat, és ezért életfogytiglani börtönbüntetést kapott. So she is essentially taking back control by putting in this guilty plea.
Második, Charles Cullen. 1988 és 2003 között Charles Cullen 40 beteget gyilkolt meg New Jersey-ben és Pennsylvániában, bár egyes szakértők szerint a valós szám több százra is tehető. Ápolóként kórházról kórházra járt, összesen 9 intézményben fordult meg, és halálos adag digoxint, inzulint és adrenalint adott be a betegeknek. Amikor az egyik helyről kirúgták a gyógyszerek ellopása miatt, egyszerűen kapott egy másik munkát és folytathatta a gyilkolást. It was the suspicious death of a Roman Catholic priest named Florian Gall that set in motion the events that would eventually expose Charles Cullen. Csak 2003. decemberében tartóztatták le, amikor a Somerset Medical Centerben dolgozó munkatársa Amy Lauren egy lehallgató készüléket viselt, hogy segítsen a rendőrségnek bizonyítékokat szerezni a férfi ellen. He was always early, always on time, crisp. 2006 márciusában több egymást követő életfogytiglani börtönbüntetést is kapott, és a vádalkú értelmében elkerülte a halálbüntetést. Are you sorry what you did? Yes. But like I said, I don't know if I would have stopped. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Nils Hügel. 2001-ben a németországi Oldenburg klinika kórházi dolgozóinak feltűnt, hogy a beteghalálozások és az újraélesztések tetemes számban megugrattak, és a legtöbbjük egybeesett Nils Hügel ápoló munkarendjével. Más gyilkos ápolókhoz hasonlóan Hügel is életveszélyes helyzetbe hozta a betegeket, hogy aztán újraéleszthesse őket és hősként tekintsenek rá. Prosecutor said that he deliberately induced cardiac arrest in patients so that he could then resuscitate them and impress his colleagues. Egy évvel később megkérték, hogy mondjon fel, de pozitív ajánlást kapott és folytatta módszereit a Delmenhorst klinikán. 2005 júniusában rajta kapták, hogy egy betegnek a ritmuszavarokat kiváltó Aimalin nevű gyógyszert adta be. And then on a single weekend on Hügel's shift there were 14 resuscitations and 5 deaths. And yet Hügel was simply transferred to another ward. Nils Hügelt 2018-ban 100 rendbeli gyilkossággal vádolták meg, viszont ő csak 43-at ismert be. Végül 85-ért ítélték el, és életfogytiglani börtönbüntetést kapott. Összesen nagyjából 300 beteg megölésével gyanúsítják. Still, the legal proceedings have not yet been completed. Fellow nurses, doctors, supervisors, who among them was complicit in Nils Hügel's crimes? Hallottatok már ezekről az esetekről? Van bármiféle negatív tapasztalatotok kórházi dolgozókkal kapcsolatban? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!